6 gólos győzelem, szerintem ezt nem igazán kell megkérdezni, hogy mit szólsz hozzá, mert szerintem ez minden igényt kielégített a csapat. Igen, az természetes, hogy elégedett vagyok a csapatjátékkal. Szinte egy tökéletes meccset produkáltunk, és amit a második fél időben támadó focikban teljesítettünk a leadalapba a csapat előtt, mert tökéletes meccs volt, egy nagyszerű 45 perccel. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a 6-0 is benne volt a meccsben. Már az első fél időben úgy érzem, hogy már eldöntettük volna a mérkőzést, egymóra folytattatok. Kicsit izgalmas volt azért még a második fél idő, de azért maradtak izgalmak, de nem sokáig. Mert már a második idő, a harmadik percben már 2-0 lett, és utána aztán sorba jöttek a gólok. Így van, az első fél időben is sokszor ott voltunk az ellenfél 16-os a környékén. A védelem mögött pontrugásaink veszélyesek voltak. Az is mondtam, hogy ez egy tökéletes meccs volt. Kik voltak azok a leginkább, akik a legjobb teljesítményt nyújtották a csapatból? Hát nem lenne fel szerintem, hogy a játékosokkal szemben, hogyha most kiemelnék, akik mindenki jól teljesített, és nagyszerűen vizsgázott ez a meccsen. Ugye most 4 mérkőzés után 3 győzelem, egy döntetlen. A folytatásban mit vársz a csapattól? Kik jönnek most? Milyen ellenfelek? Ugyanezt várom. A következő 2 meccsünk, ami még rangadó lesz, amire azt mondom, hogy kifejezett rangadó, a Putnak és a Nyírbátor. Utána majd nézzük meg a tabellárását, és nézzük sorba, hogy merre is tartunk meg. Hova? Addig nem is szeretnék azzal foglalkozni, hogy most merre hány pont. Jól kezdtünk, hát ez tagadhatatlan. De mondom, még 2 forduló múlva. Köszönöm szépen az interjút, tovább sok sikert nektek a csapatnak. Az első fél időben partnerek voltatok. 1-0 volt ugyan az állás, de még úgy nézett ki, hogy még bármi lehet még a második fél időben. Hogyan értékeled a mérkőzést, így a teljes képét? Én úgy láttam a mérkőzést, és főleg az első fél időt, hogy aktívan voltunk. Sajnos 10. percben hibáztunk, utána akartunk egyenlíteni. Nem tudtunk kidolgozni olyan 100%-os gólhelyzetet. Nem mutatunk gólt. A második fél időben úgy mentünk ki a pályára, hogy akarunk ezen javítani. Sajnos jött a másik hiba, utána azt hiszem, hogy ez eldöntötte az egész mérkőzést. Ennyi hiba után sajnos kikaptunk 6-0, de nagyon egyszerű lenne megmondani, hogy rosszul játszottunk. Jöttünk ide nem úgy, hogy akarom védekezni, más célok vannak a hazai csapatnak, más célok vannak nekünk, és én soha nem mentem úgy egy mérkőzésre, hogy most fogunk védekezni, csak azért, hogy kikaptunk 1-0 vagy 7-0. Azt hiszem, hogy az első fél időben megmutatta a csapat, hogy tud játszani, akar játszani, és remélem, hogy ebből is tudunk tanulni, és tovább nézni. Nagyon szépen köszönöm!